Következő szám egy ének lesz, szintén a Rossz papától gyűjtöttük, aki még 91-2 évesen is ott ült a konyhában belünk, ahol ugye gyakorolni szoktunk, és hát mindig jegyzeteltük tőle, hogy melyik szót hogy kell kiejteni. Ő nagyon nagy segítségünkre volt, igazából egy két lábon járó lexikon volt, aki már kisgyerekkorától rombos harmonikázott és rengeteg dalt tudott, főleg pajzánokat, az magyarul is és svábul is. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt nekünk úgy gyakorolni az ő konyhájában, hogy ő mindig ott volt a küszöbön és csapdosta a térdét, hogy ej, gyerekek, ez nagyon jó volt. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki, úgyhogy az ő tiszteletére szóljon a Zeitgeist.